A versenyszám győztese, ezzel országos bajnok, Lakatos Lambence, a Dovase versenyzője 1,80 m. Így vette át az országos bajnoki címért járó érmet Lakatos Lambence, dombóvári magasugró. A fiatal tehetség akkor a székesfehérvári viatalon bizonyult a legjobbnak az U16-os korosztályban. Bence nem sokkal később már a horvátországi Zágráb felé vette az irányt, ahol a magyar válogatottat képviselte egy nemzetközi versenyen. Voltak területi versenyek, 3 darab, és ezután következett az országos, amit megnyertem. Ott nem ugrottam meg az egyéni csúcsomat, viszont ahogy kijutottam Horvátországba, ott javítottam egy nagyot, ott 1,96-ot ugrottam. Bence hatalmas egyéni csúcsa pehjére az ezüstéremre volt elég, ugyanis cseh ellenfele szintén 196 cm-t ugrott, azonban egyel kevesebbet hibázott, így ő zsebelte be az aranyérmet. Nagyon jól éreztem magam a versenyen, nem gondoltam volna, hogy ekkorát ugrok, viszont nagyon örültem, hiszen 9 centit javítottam. Előtte lévő nap volt egy rövidebb bemelegítő edzés, és utána másnap a jobb időben ugrottunk. Bence edzője Tar Imre itthonról szurkolt tanítványának. Néztem viszont a televízión, és hát egy órával elhalasztották a versenyt, úgy kezdődött zápor miatt. És aztán akkor utána elállt, és gyakorlatilag amire ők ugrottak, mert ő magasugró, addigra már ragyogó idő volt. A magyar csapat a zágrábi megméretetésen összesítésben is második helyen zárt, maga mögé utasítva a horvát, szlovén és szlovák küldöttséget.